Kölcsey Ferenc és Kende Zsigmond levelezésének kéziratai sokáig egy genfi múzeumban pihentek, majd a Kende család az 1980-as évek elején felajánlotta a magyar államnak azzal, hogy gondoskodjon hazahozatalukról az akkori kormány. Egy kiállítást követően 1983-ban nyomtatott formában is megjelent a levelezés, de az elmúlt évtizedekben többször is felmerült az igény, hogy ismét lásson napvilágot szerkesztett formában a másfél évtizedet átfogó kordokumentum. Ez aztán végül meg is történt, ez év februárjában került hozzánk a voltaképpen előző kötet alapján készített újabb kötetnek az anyaga, rendkívül sok jegyzettel, nagyon sok hasznos tudnivalóval, és azóta gyúrogattuk, és mára már könyvvé szerkesztve itt tarthatjuk a kezünkben. A kötetet Cégény Dányád önkormányzata adta ki. A település polgármestere elmondta, az olvasók nem csak az adott kort ismerhetik meg, hanem Kölcsey Ferenc emberi, baráti kapcsolataiba is bepillantást nyerhetnek. Kölcsey Ferenc és Kende Zsigmond között történik ez a levelezés, az 1823-38-ig lévő időszakot fedi le, és ebből nagyon-nagyon sok mindent megtudhatunk, akár Kölcseyről, akár Kendéről, az akkori időkről, főleg Szatmáról, a szatmári történelemről. És úgy gondoltuk, hogy ennek kell tovább lépésének is lenni, hiszen olyan adatokkal fogunk találkozni a könyvben, ami az embernek a fantáziáját megindítja, és ezért jobb egy sorozatot adunk ki. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint fontos, hogy a magánleveleken keresztül új szemszögből láthatják az olvasók, milyen volt a reformkor Magyarországon. Belepillanthatunk egy picit abba a barát, és nyugodtan mondhatom, hogy szoros emberi kötelékbe, amely a Kölcsey Ferenc és a Kende Zsigmond között kialakult a hosszú évek során, és ebből a szemszögből, ebből az érdekes szemszögből pillanthatunk, vagy vethetünk egy pillantást az adott történelmi időszakra, amely mindenképpen egy új és más megvilágításba helyezi számunkra, ilyen laikusok számára is azt a pár évet, amit átölel. A Cégény Dányádi Kende könyvespolt sorozat első kötetét a következő 3 évben még 5-6 követheti, amelyek a tervek szerint a Kölcsey és a Kende család, valamint legismertebb leszármazottainak életét dolgozzák majd fel.